És neked mondunk köszönetet az édesapádért, arra kérünk most, hogy áld meg ezt a mai közösséget, áld meg a vallástanítást, áld meg az Isten tiszteletet. És azt, hogy az édesapák meghallják és megérezzék, hogy a gyerekek hangján a szeretet, az elismerés és a köszönet szól felénk. De áld meg az édesapákat, hogy hűségesek tudjanak lenni ehhez a nagy küldetéshez, hogy valóban apák legyenek, valóban a forrásai legyenek a szeretetnek, a szeretetből fakadó rendnek és igazságosságnak családjaik, közösségeik életében. Ezt kérjük tőle most az Úr Jézus Krisztus által. Amen. És akkor a vallásunkra következik, hogy Márti, a tiéd a szó. Szentlélek imádlak, leborulva áldlak, úgy szeretlek.
Segítetek nekem ezt elénekelni? Először próbáljuk meg csak együtt, és aztán megpróbáljuk egy tánomba is. Mi kellett, hogy háromba is tudnánk, hogy nagyon ügyesek. Na. Atyám, én Nekem volt, de mindig a
Nagyon jó. Hát az szuper. Van egy kis Laci. Dávid, neked van kedvenc játékod? Monster Truck. Oké. Ez valami újdonság. Monster Truck. Nagyon jó. Még egy játék? Még egy kislány játékot hallhatunk? Négy baba kedvenc játékod van, de jó, és neked? Barbie. Hát hogy ne várjon a Barbie, hogy valahol egyszer csak nem irányít, ügyes van. Na, hát mit szólnátok hozzá, ha egyszer csak apukátok oda menne hozzátok, és azt mondaná, hogy nekem most erre a Barbie-ra szükségem lenne, nekem adnád, de örökre. Vagy a Monster Truck-re nekem szükségem lenne, de örökre nekem adnád. Ez egy nehéz kérdés, ugye? Ugye milyen nehéz kérdés? Na? Nem. Vagy a Maci? Nehéz kérdés, ugye? Hát, nem csodálom. Erre nem könnyű válaszolni, ez nekem is nagyon nehéz lenne, hogy olyan dolgot, amit nagyon szeretek, ha valaki elkép, hogy oda tudnám adni, vagy nem. De képzeljétek el, hogy a mi történetünkben ma, amit ma fogunk megismerni, Ábrahámmal is ugyanezt történt. Isten egy teszt elé állította, és őtől le is azt kérte el, ami számára a legkedvesebb. És hát meglátjuk, hogy Ábrahám mit fog erre válaszolni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy nem csodálom, hogy nektek is nehéz erre válaszolni. Csak azért, hogy egy picit ismételjük egy fogalmat, ami ma elő fog fordulni. Egyszer már beszéltünk, mert nagyobbak lehet, hogy emlékeznek rá, arra, hogy mi is az oltár. Emlékszik valaki arra, hogy mi ez az oltár? Akkor merült fel, amikor Ábrahám megérkezett az ígéret földjére, és akkor azért, hogy kifejezze háláját, akkor oltárt épített az Istennek, és általában erre valamilyen áldozatot föltesznek, ez lehet bármilyen is. Általában tüzet gyűjtenek, és egy áldozatot föltesznek, és Istennek hálát adva fejezik ki magukat ezen az oltáron, hogy megköszönjék, amit kaptak, azt ezen az oltár. Oltári áldozattal fejezzék, úgyhogy ez még ma elő fog jönni, csak azért gondoltam, hogy vegyük elő egy kicsit. Úgyhogy akkor ezt a történetet is eljátszuk, úgyhogy szükségem lesz a szereplőkre, remélem, hogy tudtok nekem segíteni. Szuper, van egy pár jelentkező, nagyon jó. Oké, akkor megint megkérhetlek a isteni szerepre, már annyira jól megy neked. Jó, akkor először is szükségünk lesz nekünk. Most azért választunk iskolásokat, mert elég sokat kell olvasni, és ők már tudom, hogy ügyesen tudnak olvasni, jó? Akkor leszel te egy angyal? Szuper. Akkor lennél te, ahol szoktál lenni, Ábrahám? Olyan jó megy már neki az Ábrahám szerepe. És te pedig egy új szereplő lesz, amit is hívnak, hogy Izsák. Jó? Izsák. Igen. Na, hát akkor gyertek ki, eljátszik ezt a történetet is, és meglátjuk, hogy vajon milyen ajándékról van szó, milyen próbatételről van szó, vajon mit kér Isten Ábrahámtól. Úgyhogy szeretnénk, gyertek ki. Ja, és még szükségem van igazság szerint még két gyerekre, akiknek nem lesz szövegük, de jó lenne, ha itt lennének. Van, aki Zália gyere? Van még egy bátor jelentkező? Gyere! Szuper! Nagyon jó, ti lesztek a szolgák. Ti vagytok Ábrahámnak a szolgája. Amit Ábrahám mond, akkor azt megteszitek, gyere érkez. Jó. Így bizony. Úgyhogy, angyal, te odaállnál Isten mellé? Csak hogy egy csoportban legyetek, nagyon jó. Na. És akkor kezdhetjük is. Majdjátok, itt a szóval még azzal a bevezetővel kezdeni, hogy emlékeztek rá, hogy Ábrahám kapott egy nagy-nagy ígéretet és Sára is, amikor elindultak messze földről, pontosabban két ígéretet kapott. Az egyik az, hogy megérkezik az ígéret földjére, a másik pedig, amire már olyan régen vágynak, egy gyerek. Pontosan. És eddig született gyerek? Igen.
Valóban, hát eljött az idő, képzeljük neked, eljött az idő, amikor megérkezett ez a pici baba ebbe a családba, amit annyira vártak már évtizedeken keresztül, amit az Isten megígért neki, és hát olyan örömmel néztek erre a gyerekre, és ezt a gyereket úgy hívták, hogy Izsák. Ő volt Ábrahám és Sára egyetlen első szülött gyermeke. És ráadásul Izsák névjelentése azt jelenti, hogy ki nevetett vagy nevetett. Ki nevetett vagy nevetett. Mert ha emlékeztek rá, egyszer Sára nevetett, amikor az anyja azt mondta neki, hogy neked még gyereked lesz, és mondta, hogy áj, én már öreg vagyok, nekem nem lehet. És egy nagyon nevetett, hogy há-há-há. De mégiscsak lett. Úgyhogy megérkezett Izsák. Hát, és Izsák nőtt és cseperedett, és ilyen kis kívület már, mint te is vagy. Úgyhogy egyik reggelen Ábrahámnak a szeme egy kicsit szomorú volt, mint máskor. Két mikrofonosabb, jó? Szomorú volt, mint máskor. És megtudjuk majd, hogy most miért. Maradjatok itt a Szamáriában. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mórián földjére, és ajánld fel ott az egyik hegyen, amelyet majd megmondok néked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, a két szolga, meg Izsák, és Izsákot, a fiát, fát is hasogatott. Aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Harmadik napon. Maradjatok itt. Még mindig a harmadik napon, amikor fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről, és ekkor így szólt Ábrahám. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Tehát a szolgák itt maradtak, és fogta tehát Ábrahám a fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Izsák, te jössz. Apám! Ez mondtad. Itt vagyok, fia. Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fia. Így mentek tovább ketten együtt, amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott nekik. Oltárt épített, ott Ábrahám elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra, a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, kiáltott neki az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Itt vagyok. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy van ott egy kos. Szarvánál fogva fönnapadt a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl élő áldozatul a fia helyett. Aztán így nevezte Ábrahám ezt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, és ezt mondta. Mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat,
hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a homok szemek a tengerparton. A te útodod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te útodod által nyer áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért a szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beer-sebába. Ábrahám továbbra is Beer-sebában lakott. Köszönjük szépen! Meg kell dicsérjem a szereplőinket, hogy olyan szépen olvastak magyarul, ugye? Nagyon ügyesek vagytok, nagyon szépen olvastok. Köszönöm szépen a segítséget. Hát ez egy nehéz történet, ugye apák mondjára, de most pont ez jött. Úgyhogy, sőt, bocsánat, volt egy rosszabb, úgyhogy ezt majd otthon olvassátok el a Sodomés Gomorének a történetét. Szülei felügyelettel csak a nagyobb, jó? Úgyhogy azt kihagytuk. De hát ez sem egy egyszerű történet. És hát látjátok, mi történt. Isten, ugye arról beszéltünk az elején, hogy Isten próbára tette Ábrahámat. Mit kért tőle? Hogy odaadja a fiát. Ezt a kérést. Azért ez nem semmi, ugye? Hogy odaadja a fiát, aki most született, aki ígért neki, akit szeretett, aki az egyetlen egyje volt. Ez egy nagyon nagy kérés, ugye? És Ábrahám mit tett? Mit tett Ábrahám? Hallgatott? Elment oltárt építeni, és ő kész volt arra, hogy odaadja a fiát az Istennek. Kész volt rá, de aztán az angyal mit csinált? Azt mondta, hogy ne adja fel. Így van, azt mondta, hogy most már tudom, hogy képes vagy rá, de nem kell megtenni. És ez egy nagyon fontos üzenet. Mégpedig azért, mert ha megnézitek igazán, semmi sem a tulajdon. Sem a tárgyaink, még csak a házunk se, még csak a szeretteink se. Igazából mindent és mindenkit csak ajándékba kaptunk. És az Isten ezzel a próbával azt akarta megnézni, hogy Ábrahám hogy vette ezt a fiút, hogy ő egy ajándék az életében, vagy a tulajdona. És bizonyította Ábrahám, hogy nem tulajdonaként vette ezt a fiút, hanem Isten ajándékaként. Ami azt jelenti, hogy ezt vissza is lehet venni, oda is lehet adni. És ez azt is jelentette, hogy az Ábrahám életében az Isten maradt az első. Ezt is akarta tudni az Isten, hogy vajon ki maradtam az első, vagy a fiat. És ő bizonyította, hogy igen, az Isten maradt az én életemben az első, és a fiamat tekintem, mint ajándékot. És ezt gondolom, hogy itt apák napja alkalmában is egy jó üzenet szülőknek is és gyerekeknek is, hogy mindenki, aki az életünkben van, és minden, ami az életünkben van, az csak egy ajándék, és egy időre való. És használjuk ezt az időt a legjobban arra, hogy minél jobb és minél több értékes időt tudjunk egymással eltölteni, és minél jobbak legyünk, hogy minél könnyebb legyen ez a, és élvezetesebb legyen ez az idő, amit együtt töltök a szüleinkkel, és amit ők velünk töltenek. Úgyhogy a szülők szívére csak azt szeretném helyezni, hogy gyermekeitek ajándék, és szeressétek őket, és kezeljétek őket úgy, hogy egy időre vannak veletek, és nem birtokoljuk őket. És a gyerekeknek szívére pedig azt helyezném, hogy a szülők is ajándék, úgyhogy becsüljétek meg addig, ameddig vannak, ameddig veletek vannak, és a legjobban viselkedjetek velük, mert rövid ez az idő, amik együtt töltik is. Legyen ez egy jó együtt töltött idő. Kellemesen együtt töltött idő, és szeretettel együtt töltött idő. Amen. Köszönjük szépen a vallásórát, és akkor egy rövid imádság is a gyerekeket engedjük. Az imádság után pedig a 67. énekünket fogjuk énekelni. Gyertek, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked az apák napját, köszönjük neked, hogy ünnepelhetjük az apának a szeretetét. És most is arra kérünk, hogy áld meg az édesapákat,
Áld meg az ő szolgálatukat, de áld meg a gyermekeket is, hogy elismerjék, hogy megköszönjék mindazt, amit az apák és a szülők tesznek értünk. És köszönjük, hogy téged is úgy ismerünk, mindenható Isten, mint édes atyánkat, aki szeretsz minket, aki nem feledkezel meg a minden. Ezt a szeretetet kérjük most is tőled, ezzel áld meg bennünket, áld meg gyermekeinket, áld meg az édesapákat, a családokat, Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Köszönöm szépen a gyerekeknek a vallásórát és a bizonyságtételt. 67. énekünket énekeljük, és mivel az idő elszaladt, szerintem az első és az utolsó versek jó, tehát a harmadikat és a másodikat, és a harmadikat átugorjuk, mert hosszú lesz, mind a négyet kijelentem egyébként, de az idő szűke miatt az első és az utolsó vers, tehát 67. első és negyedik versen. Testem tűzhalálba szállom, szeretet pedig nincs bennem semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent tehetünk. A szeretet soha el nem múlik. De legyen már profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, eltöröltetik. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elmondtam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A kegyelem Istenet egyáltalán az ő szent igéjét, hogy Krisztusnak beszélve van közzék bennünk gazdagon, hogy ő benne és ő által a sok gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek, énekeljük az ige előtt a 77. énekünket, Úr Jézus, mi igen drága a te igének világa, 77. éneket. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a Földön. Ti apád pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Apád napja, és egy olyan ünnep, mely egyre inkább helyet kap, most már a mi közösségünkben is, ahogy az elején mondtuk, ez igazából nem volt benne a magyar hagyományban, de helye van azért a közösség életében, és kell erről beszélni, csak az nem mindegy, hogy hogy. Nem tudom, hogy ti figyelitek-e, követitek-e azt, hogy mit lehet az apák napjával kapcsolatosan a társadalomban, a világban hallani, látni. Én felületesen, de azért követem mindazt, ami
a társadalomban, a világban történik, és ilyenkor apát napja környezetében, idő környezetében mindig azt látom, hogy az apát napja arról szól elsősorban, hogy milyen ajándékot, milyen kisebb, nagyobb csecsebecsét lehet venni az édesapádnak, és nagyon kevés szó esik arról, hogy édesapának lenni felelősség. Nagyon kevés szó esik arról, hogy az édesapaság az egy nemes küldetés, és aztán még kevesebb szó esik arról, hogy az apákat szeretni és tisztelni kell. Nem véletlen, hogy ebben a sorrendben beszélek erről a nagyon kényes kérdésről, hiszen annyiféle érzékenység van. Hiszen egyre inkább látjuk és halljuk, hogy apa az akárki is lehet. Mint ahogy anya is akárki is lehet. Halljuk azt, hogy ez független az Istentől kapott teremtési rendtől. Hogy ez egy választás, hogy valaki férfinek vagy apának tartja magát. És az is választás, hogyha ezt ő visszautasítja és másképpen határozza meg önmagát. És ez nincs így. Férfinek lenni és apának lenni küldetés. Nézzétek el, most elsősorban erről beszélek, és nem az anyáról. Anyák napján minden tisztelet és minden figyelem az anyáké, apák napján legyen az apáké. Férfinek lenni, és ezen túl ezt megkoronázva apának lenni, egy csodálatos küldetés. És igen, fontos lenne az, hogy a férfiak legyenek férfiak. Hogy a férfiak legyenek erősek, a férfiak legyenek határozottak, hogy a férfiak szeressenek dolgozni, eltartsák a családjukat, hogy a férfiak legyenek büszkék arra, hogy ők férfiak, ahogy mi magyarok mondjuk, hogy emberek. És aki ezt be tudja tölteni, és aki határozottan munkával, férfiassággal és erővel eltartja az ő családját, annak járjon tisztelet ezért. Az illesse ezért a társadalomban is, a családban is, és aztán később a gyerekektől is elismerés és köszönet. Tegnap este bal szerencsém, de rosszul aludtam, de nem előfordult gyakran, és olyankor előveszek valamit, és vagy olvasok, vagy valamit megnézek. Tegnap nekem volt, egy filmet kezdtem el nézni, nem mondom a címét, de nem akarom, hogy megnézzétek. Hát abban a filmben minden volt, csak ez nem. Ott volt egynemű házaspár, ott volt rossz, gonosz édesapa, ott volt pozitív színben feltüntetett, prostituált, ott minden volt, csak rend nem. És tényleg, hallottatok ti ehhez hasonlót, vagy ehhez egy picit is közelítőt az apák napján? Menjétek meg az újságot, olvassátok el. Nézzétek meg, hogy le van-e írva az, hogy az apa az milyen. Hogy mi a dolga, mi a küldetése, mi az Istentől kapott, meghatározott rendje az apaságnak, a férfiasságnak és az életnek. Biztos, hogy nem. Na már divat a elnőjesedett férfi,
az ellágyult, az egész világot, mindenkit magához ülelő nyámnyila. Ma már társadalmi megbecsülésben részesül az, aki soha életébe nem dolgozott, de mindenféle nemesség mellett tiltakozik és azokat fenntartja. És aláírásokat gyűjt a szupermarket előtt mindenféle marhaság érdekében. Hétköznap délután 2-től nyilván, mert munkája nincsen, és életében nem is volt, és talán nem is lesz. Ez lenne a rendje a dolognak? Ez a jó? Felteszem magamnak a kérdést, hogy milyen hapsit, milyen férfit szeretnék én, mondjuk, ha vejem lenne. Egy ilyen nyámnyila, mindent szerető és mindent elfogadó, szétnyúló, filozófiában hívő, kékszakállú, piros hajú, órában is fülbevalót hordozó valaki. Rémálmaimban jutna csak ilyesmi eszembe. Férfi, az legyen férfi. Mielőtt bármi gondolna, semmi bajom csak kisebbségekkel. Egyáltalán. Érintettségei okán sem lehet. Elfogadom azt, hogy a világban vannak kisebbségek. Vannak nem szexuális identitások. De ez a kisebbség, melyet a normalitás és a norma el kell fogadjon, és el kell a maga rendjén, a rendbe helyezze. De nem lehet egy kisebbségnek. Nem lehet egy zajos csoportnak a normája, a rendszere, a normalitás meghatározója. Egész életemben kisebbségi voltam. Egész életemben, még soha nem tartoztam a többséghez. És ezt mindig elfogadtam. De most semmi bajom ezzel. Jó kisebbségben lenni. Egész addig, ameddig nem akarod a többséget ugódni. Tehát kisebbségi voltam, mint magyar. Életemben nem volt problémám megtanulni románul. Elolvastam az egész román irodalmat. Büszke vagyok rá. Értem, szeretem, értékelem. Semmi volt. Ausztráliában magyar vagyok. Kicsit töröm az angolt néha. Néha bekeverek magyar szavakat is, néha a nyelvtant is eltöröm. Ezzel sincs problémám, teljesen rendben van. Aztán keresztény vagyok, és az Ausztráliában egy kisebbség. Nem fogok oda menni, és a piros hajú, kékszakálló embert, aki a másságot hirdeti, lekötni, vagy bántani, vagy kényszeríteni bármire. Elfogadom, hogy a kisebbség. De legyen a normalitás a többség. És én hiszem azt, hogy ez minden emberben valamilyen szinten rezonál, csak erről már nem szabad beszélni. Szóval tisztelt apádat és anyádat, mondja az Efézusi levél, és gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek az Úrban. Én azt mondom, hogy ez nem is nehéz. Könnyű tisztelni azokat az apákat, azokat a szülőket, akik tiszteletre méltóak. És könnyű tisztelni azokat az időseket is, akik tiszteletre méltóak. De, hogyha hiszünk annak, amit nekünk most hirdetnek és el akarunk adni, hogy legyünk mindenféle meggyőződés nélküli, ide-oda licsi-locsi szétfolyó emberek. Ha hiszünk annak az ideológiának, hogy férfiasnak, erősnek, önfeláldozónak, bátornak lenni nem jó, mert az ugye a patrisztika és a patriarkátusnak az erőszakához vezet, akkor hogyan leszünk tiszteletre valóak? És tiszteletre méltóak? Akkor te tiszteljenek, mint édesapa, mint nagyapa, mint férfi. A férfi vagy légy férfi, mondja a költő.
Ez ilyen egyszerű. És hidd el, tisztelni fognak. Ha nem is azonnal, és nem is abban a pillanatban, amikor te ezt várod. Te eljön az idő, amikor mindenkiben megszületik az a felismerés, hogy te, apám mégsem volt annyira hülye, amikor azt mondta. Tudjátok, hány ilyen mondatot hallottam, hogy az öreg mindig mondta, hogy azt hittem, hogy hülyeséget beszél. Aztán rájöttem, hogy nem is. Tudjátok, a viccet elmondom nektek. Egy ember mondja a barátjának, hogy te, képzeld el, tudod, ugye 20 éve eljöttem a szüleimtől, olyan hülyék voltak, kibírhatatlanok, főleg az öreg azzal a sok izével, amiket mondott. Hát eltelt 20 év, hazamentem, nem hiszed el, hogy mennyit fejlődtek. Nem ők fejlődtek, neki életbe egy picit a fejem húpja. Ez nem azt jelenti, hogy minden apa. Nem azt jelenti, hogy mindenki tiszteletre lőtt, sajnos nem. Van, aki nagyon nem az. És ez az ő hibája, hogy arról beszéltem, félreértés ne legyen, hogy tiszteletre méltó, aki tiszteletre méltó, aki önfeláldozó, családját szerető, a gyerekeit minden elé helyező, az az ember. De az, aki ehhez a feladathoz nem tud felnőni, ne csodálkozzon, hogy nem tisztel. Tiszteletre méltó az, aki azt meg is érdemli, és aki úgy tud lenni. És úgy tud ebben a világban élni. És természetesen ott van a nagyon szép intés, ami pont erről szól. Az Efézusiak az írott levélben, hogy ti apák pedig ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint. Fegyelemmel és intéssel. Lehet, hogy jó lenne, talán ideális világban meg is lehetne valósítani, hogy az iskolában legyen egy olyan tantárgy, hogy szülőnek lenni. Úgy nőnek fel nemzedékek, hogy nem kapnak ilyen pozitív apaképet, anyaképet sem egyébként, de ott a apáknak kell apákról beszélni. És akkor történnek persze. Történnek elkerülhetetlenül a tragédiák. És történik mindaz, amit egy gyermek, akinek nem volt tisztességes, szerető, érte önfeláldozó, önmagát feláldozó apja egy életen át hordozza ennek a traumának a nagyon nehéz, nehéz terhét. Ti apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket. Lehet rosszul úgy nevelni. Ez is benne van. És ez az, amire azt mondja az intés, az apostol intés, hogy ezt ne tedd. Vigyázz! Tanítsad az Úr tanítása szerint a gyermekedet. Szeretettel, fegyelemmel és intéssel. A mai világban is el szoktuk választani, hogy van a szeretet, az ilyen szétfolyós, ilyen mindenre rá lehet kenni, és akkor van a fegyelem és az intés, na annak semmi köze nincs a szeretethez. Ez nincs így. Ez nincs így. A szeretetben ott van az intés, a szeretetben ott van a rend, a szeretetben ott van a harmónia. A mai édesapáknak, a mai nagyapáknak és az elkövetkező édesapáknak is ez a dolguk. És ez több. Több, mint egy életszakasz. Nem csak addig vagyunk édesapák, ameddig idei óráig a gyerekeink velünk vannak. Velünk vannak. Világ legtermészetesebb dolga, hogy gyerekeink tőlünk leválnak, saját életet élnek,
De akkor is megmaradunk apának, és nyilván megmaradunk édesanyának is. Sőt, pedig megmaradnak gyermeknek. Hogy apámnak legyen 50-valahány éves, én mindig a fia vagyok, és ez így van jól. És ez így van jól. És ebben a kapcsolatban megvan a tisztelet, megvan a szeretet, megvan a ragaszkodás, megvan az értékelés, a pozitív értékelés. És ha ez kölcsönös, akkor ez egy óriási ajándék. De ez nem lesz úgy magától. Ehhez a gyerekeket így kell nevelni, ehhez ilyen apává kell válni, ehhez így kell élni, így kell szolgálni. Önfeláldozó munka és önfeláldozó szolgálat. De ha van valami, aminek értelme van, az ez. És ha van küldetés, amely soha meg nem szűnik, az ez. És persze, ennek a hiánya, vagy ennek az ellenkezője, végtelen fájdalmat, nehezen elhordozható, de nehezen elhordozható traumákat okoz. És visszatérve a kezdő gondolathoz. Én nem is értem, hogy mit akar a nyugati társadalom, és benne a mi ausztrál társadalmunk is. Nem értem, amikor szét akarják verni a családokat, szét akarják verni a hagyományos értékrendet, amikor kimondani sem szabad azt, hogy mi egy férfi és mi egy nő, hogy mit jelent férfinak és férfiasnak lenni, akkor ez politikailag nem korrekt gondolat. Én mindig hiszek abban, hogy azért a józan ész valamikor egyszer csak győzedelmeskedni fog. Mikor nagyon elkeseredem, akkor úgy érzem, hogy talán már most is késő. De hát ha nem. Hát ha mégis lehet. És hogy lehet. Csak az Úrnak félelmében, a Pál apostol mondja, fegyelemben, rendben, szeretetben és intésben. Kedves édesapák, ha intésként hallottátok ezt, akkor éljetek e szerint. Ha elismerésképpen, legyetek érte hálásak. És meg ne szűnjetek önfeláldozó, szerető, intő és fegyelmező, és magatokban is, és környezetetekben is rendet tartó édesapádnak lenni. És ezt megteszitek. Az elismerés, a köszönet, higgyétek el, nem marad el. Ámen. Testvérek, a 120-as énekünknek egy versét énekeljük, mert időszűkében vagyunk, de nem is kevésbé, nem is kevéssel. A 120. ének egy vers legyen csak ma. Magadat számunkra az Úr Jézus Krisztusban, hogy a mi édesapánk.
És köszönjük, hogy ezzel az atyai szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ezzel az atyai szeretettel intesz is minket. Hogy megőrizzük a te parancsolataidat, megőrizzük a te útjaidat. Bocsáss meg, ha erről letértünk. Bocsáss meg nekünk, ha nem tudtunk felnőni ehhez a feladathoz, hogy valóban édesapák tudjunk lenni. Taníts bennünket újra és újra, hogy így tudjunk élni. És köszönjük, hogy hálát adhatunk az édesapákért, hogy sokunknak a szívében ott van a hála, sokunknak a szívében ott van a kellemes, szép gondolat, sokunknak szívében már csak az emlékezés. Áld meg a megemlékezést is, és áld meg az emlékeket. És külön imádkozunk azokért, akik nehéz szívvel gondolnak most. Nehéz szívvel gondolnak a múltjukra, ha nem tudnak felhőtlenül örülni ennek a mai ünnepnek. Adj nekik elég erőt, hogy fel tudják dolgozni azt, ami nehéz és feldolgozhatatlan, hogy el tudják hordozni azt, amit el kell hordozniuk, és ha lehet, és ha van rá lehetőség, akkor tudjanak megbocsátani is. Menj el, édes irány szab, és megmutatja, hogy mi a szép, mi az egészséges, mi a teljes, és mi a jó, és mi a hasznos. Adj békességet, menj el, édesatyánk, ott, ahol háborúság van. Adj tisztességet, több emberséget, és bocsáss meg azt, amit ellened és sokszor fele barátaink ellen teszünk. Mindezeket Jézusban kérjük tőled, ő benne is, ő általa hallgass meg minket. Amen. Testvérek, csendben a személyes imádságunkat mondjuk el, utána pedig a mi atyánkat, az ő imáját. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most is mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Én elmondom a hirdetéseket, és akkor utána nemzeti himnuszt énekeljük, jó? Az utolsó éneket azt meghagyjuk jövő vasárnapra. Hirdetések. Hol is kezdjem? Kezdem a mai nappal. Van ebéd, úgyhogy gyertek a Bocskaiba, van közösségi ebéd, lehet együtt ebédelni és beszélgetni. Hirdetem azt, hogy kedden este 7 órától Bibliaóra, csütörtökön este pedig a szokásos beszélgető közösségünk, mindenki szeretettel várunk. Hirdetem azt, hogy október hónapban nagy valószínűség szerint, és ez most tényleg a valószínűségek hirdetése, 22-én, október 22-én meglátogat bennünket a Magyarországi Református Egyház zsinatának a lelkészi elnöke, Balogh Zoltán püspök úr. Van egy nagyon pici kérdőjel még az időponthoz kötve, de ez úgy a valószínűségek szintén most már olyan szinten van, hogy merem hirdetni. Október 23-án pedig természetesen este 7 órától, mint ahogy szoktuk, megtartjuk a megemlékezéséket is. Október 22-én és 23-án az is előfordulhat. És ez is a valószínűségek szintén most már jó eséllyel említhető, hogy meglátogat bennünket a Magyar Köztársasági Elnök is. Ez érvényes október 23-ára is. Hirdetem azt, hogy október, rossz vagyok a kalendáromban, a naptárral, úgyhogy kinyitom. Mindig azt nem találom, amit kellene. Elmennénk Brisbane-be október utolsó vasárnapján,
Ha jól tudom, az 29-e, valami nem találom a kalendáriumban, megvan. Mindig az nincs, amit az ember keres, de szerintem jól mondám. Tehát októberben, 29-én vasárnap szenteli fel a brisbane-i új magyar templomot. Ez egy szép ünnepi alkalom lesz. Gondoltam, hogy Covid volt, meg lezárások voltak, meg minden volt, és nagyon rég nem volt gyülekezeti kirándulás. Úgy terveztem, és ezt hirdetem nektek, aki el szeretne jönni erre a szép alkalomra, hogy elmennék október 27-től 30-áig. 27-e péntek, és akkor ott lennénk pénteken, szombaton, vasárnap részt vennénk a templom szentelésen és az ottani ünnepségeken, és 30-án hazajönnénk. Akit érdekel ez a lehetőség, ez a gyülekezeti kirándulás, az szóljon nekem, az idő egyre közelebb van, és most már, ha azt akarjuk, hogy viszonylag még elfogadható áron tudjunk szállást és repülőt bérelni, repülőjegyet vásárolni. Repülőt is bérelni, mert pilótánk van. Péter, elhagytod a repülőgépet, aki bérelünk egyet? Rendben van. Szóval, pilótánk már van, csak pénzünk nincs a repülőre. Na szóval, viccet félretéve, hogy megvegyük a repülőjegyet. Én néztem különböző árakat, és akárhogy néztem, a legjobb esetben egy család, két emberek gondolok egy családnak. A szállás az egyik szerintem olyan 7, tehát lehet, hogy $1500 körül jön neki családonként az ára. $700 körül jön neki fejenként. Ennyibe kerül, ez nem a mi árunk, ez sajnos a szállás ára. Egy picit drága most a szállás ilyenkor, mert azt hiszem, hogy azon a hétvégén van az autóverseny, az IndyCar, akkor van a Surface Paradise-nak, mi akkor lenne bennénk mondjuk a Gold Coast-nak a déli részeiben. Szóval egyszerűen a százalékben, ha valakit érdekel ez a dolog, és én remélem, hogy érdekel, akkor jelentkezzen. Van egy minimum szám, ahhoz, hogy elmenjünk közösségbe 12 emberkel. Miért 12 ember? Mert kell bérelnünk egy autóbuszt. Ott akkor, ha bérelünk egy autóbuszt, akkor elmegyünk és szervezünk egy pár közösségi kirándulást, ide-oda körülnézünk, tehát biztos, hogy szép alkalom lesz, utoljára 2010 körül, 11 körül voltunk, és aki eljött, az nem bánta meg. Sajnos az a kiránduló társaságnak egy jó része már nincs velünk. Így, hogy nézem a padokat, látom az üres helyünket. És nekem az egy fontos kirándulás volt, mert akkor együtt voltam azokkal, akikkel szép volt és jó együtt időt tölteni. Ilyenkor mindig eszembe jutnak. Jani bácsi sincsen velünk, Keresztesi Tátár sincsen velünk, Katiné sincsen velünk abból a közösségből. Sokan nincsenek már velünk. Szóval az alkalmakat ki kell használni, mert ezek a szép emlékek maradnak meg bennünk, úgyhogy én biztosnak, hogy gyertek, menjünk el, érezzük jól magunkat, nevessünk egy kicsit, éljünk egy picit el. Felszabadultan és ne csak mindig szolgáljuk és dolgozzunk, az is hozzátartozik, jó? Tehát ez itt a reklám helye volt, gondolkozzatok rajta. Sok munka és sok feladat van, főleg, hogyha ez a látogatás megvalósul, és ahogy mondtam nektek, jó eséllyel megvalósul, azelőtt majd kérek segítséget, hiszen majd kell csinálnunk egy jó nagy takarítást és rendrakást, amúgy is ráfér egy tavaszi nagy takarítás itt a templomban és a bocskaiban. Úgyhogy ezeket majd mind a maga rendjén és a maga idejében hirdetni fogom nektek. Ennyi volt mára a hirdetés, ha van még valami szóljatok, aki szeretne egyháztartó járulékot intézni, azt az irodában megteheti. Gyertek ebédeljetek velünk, ebédeljetek a közösségi házban, a bocskaiban. Utolsó énekünk a nemzet imája, Isten áld meg a magyar, ezt énekeljük most. Thank you.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet.